A magnézium több tudományosan bizonyított pozitív tulajdonsággal is rendelkezik, többek között támogatja a szívünket, vércukorszintet, hangulatot, és kulcsfontosságú az agy és a tesz számára. Számos élelmiszerben megtalálható, mint például a levelez zöldségek, diófélék, magvak és a bab. Sajnos hiába áll rendelkezésre több tucat magnéziumban gazdag étel, mégis az emberek közel 50%-ánál nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség a szervezetükben. Videónkban most a magnézium 8 tudományosan bizonyított tulajdonsága kerül bemutatásra, azonban mielőtt megosztanánk veled a részleteket, kérlek lájkold like videónkat és iratkozz fel csatornánkra. Több száz biokémiai reakció fontos szereplője. A magnézium a testünk minden egyes sejtjében megtalálható, nélkülözhetetlen a szervezet megfelelő működéséhez. A rendelkezésre álló mennyiség nagyjából 60%-a a csontokban található, míg a fennmaradó rész az izmokban, lájtszövetekben és a vérben. Érdekessége, hogy közel 600 biokémiai reakcióban vesz részt, beleértve az energiatermelést, a fehérjeképzést, a gének karbantartását, az izommozgásokat és a különböző idegrendszeri folyamatokat. A felsoroltak után már kétség sem fér hozzá, miért is kiemelten fontos a megfelelő magnéziumszint biztosítása szervezetünk számára. Növelheti az edzések teljesítményét. A különböző fizikai erőfeszítések során a testünkben több magnéziumra van szükség, mint pihenéskor. A magnézium segít a vércukornak az izmokba történő eljutásában és a laktát eltávolításában, ami az edzések közepette felhalmozódhat és fáradtságot eredményezhet. Már rendelkezésre álló tanulmányok azt mutatják, hogy a különböző magnézium kiegészítők különösen előnyösek lehetnek az idősebb korosztály számára mivel esetükben fokozottan fennáll a tartós magnézium beszélje. Továbbá egy 2570 felnőtt nő bevonásával készült vizsgálat azt találta, hogy a magnézium kiegészítők alkalmazása akár megnövekedett izomtömeget és erőt is eredményezhet. Sőt, egy 2014-es röplabda játékosokkal készült megfigyelés pedig arra a következtetésre jutott, hogy a napi 250 mg magnéziumot szedő játékosok, javulást tapasztaltak ugrási magasságukban és karmozgásaikban. Tehát ha te is rendszeresen sportolsz és szeretnéd fokozni edzéseid teljesítményét, akkor a magnézium rendszeres pótlása mindenképpen jó ötlet lehet. Leküzdheti a depresszió tüneteit A magnézium kritikus szerepet játszik az agyunk működésében, tartósan alacsony szintje pedig rossz kedvet eredményezhet, ami akár a depresszió tüneteinek megjelenéséhez is vezethet. Egy 8800 fő bevonásával készült tanulmány azt találta, hogy a legalacsonyabb magnézium szinten rendelkező egyének esetében a depresszió megjelenésének kockázata 22%-kal magasabb volt szemben azokkal a társaikkal, akiknek megfelelő magnézium szintjük volt. Egy 6 es 125 fő részvételével készült megfigyelés pedig arra a következtetésre jutott, hogy napi 250 mg magnézium alkalmazása csökkentheti a depresszió és a szorongás tüneteit. Fontos azonban megemlíteni, hogy a depresszió tüneteinek kezeléséhez a magnézium pótlása önmagában kevés lehet, azonban tökéletes kiegészítője lehet egy-egy terápiás megoldásnak. Támogathatja az egészséges vércukorszintet. Egy nemrégiben készült kutatás azt találta, hogy a kettes típusú cukorbetegségtől szenvedők körülbelül 48%-ánál volt alacsonyabb a vér magnézium szintje, ami ronthatja a szervezet vércukorszint szabályozásának hatékonyságát. Ezen kívül az is bizonyításra került, hogy azoknál az embereknél, akik több magnéziumot fogyasztanak, kisebb eséllyel alakulhat ki cukorbetegség. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a magnézium fokozza a szervezet inzulinérzékenységét, ami kulcsfontosságú tényező a vércukorszint szabályozásában. Itt azonban fontos megemlítenünk, hogy a magnézium ilyen jellegű hatása nagyban függ attól, hogy mekkora mennyiség kerül elfogyasztásra természetes módon. Elősegítheti a szívegészségét. A magnézium fontos szerepet játszik a szívegészségének és erősségének megőrzésében. Többek között segíthet csökkenteni a magas vérnyomást, ami a szívbetegségek egyik fő kockázati tényezője. Sőt, a magnézium akár képes lehet javítani a jó, rossz koreszterin arányt a szervezetünkben, ami szintén hozzájárulhat szívünk egészségének megőrzéséhez. Ha számodra is fontos szíved egészségének megőrzése, vagy már meglévő szívvel kapcsolatos problémáidat szeretnéd orvosolni, akkor a magnézium rendszeres bevitele akár segítségedre is lehet. Gyulladás csökkentő hatással bír. A tartósan alacsony magnézium szint megnövekedett számú gyulladásokhoz vezethet, ami kulcs szerepet játszik a felgyorsult öregedési folyamatokban és bizonyos krónikus betegségekben. Egyes tanulmányok azt találták, hogy a magnézium képes csökkenteni a szervezet C-reaktív fehérje szintjét, amely egy olyan marker, ami a krónikus gyulladásoktól szenvedő betegek esetében vizsgálnak. Nem utolsó sorban pedig az is bizonyításra került, hogy a tartós magnézium hiány növeli az oxidatív stressz kialakulásának esélyeit, ami szintén különböző gyulladások kialakulásáért lehet felelős. Elősegítheti a csontok egészségét. A magnézium kulcsfontosságú a csontok egészségének megőrzésében és a csontritkulás elleni védekezésben. Egyes tanulmányok a magnéziumhiányt azonosították a csontritkulás egyik legnagyobb kockázati tényezőjének, ami olyan állapot, ahol a csontok törékenyé és gyengévé válnak. Sőt, egy 2017-es tanulmány azt az eredményt tette közzé, hogy a magas magnéziumbevitel összefüggésbe hozható a csontok ásványi sűrűségének növekedésével a csípőben és a comnyakban, ez pedig különösen az idősebb korosztály esetében lehet előnyös, ahol nagyobb eséllyel történnek spontán balesetek ami törésekkel végződhetnek. Javítja az alvások minőségét. A különböző magnézium készítményeket gyakran alkalmazzák természetes gyógymódként alvási problémákra, mint például az alvászavar. Ennek az az oka, hogy a magnézium számos, az alvásban résztvevő neurotranszmittert szabályoz, például a gamma aminó Egy 65 év felettiek körében végzett kutatás azt találta, hogy a magnézium készítmények rendszeres alkalmazása akár átlagosan 17 percet csökkenteti az elalváshoz szükséges időt. Sőt, a fokozott magnézium bevitel még az alvások minőségét és időtartamát is pozitívan befolyásolhatja. Tehát a számodra is nehezen megy az elalvás, vagy csak egyszerűen szeretnéd javítani alvásaid minőségét, akkor a magnézium pótlása mindenképpen egy jó döntés lehet. Végezetül elmondhatjuk, hogy a magnézium elengedhetetlen az egészségünk megőrzéséhez, fontos szerepet játszik a különböző szívvel és aggyal összefüggő biokémiai folyamatokban. A különféle magnéziumban gazdag élelmiszerek biztosíthatják az irányadó napi bevitelt, azonban ha ez mégsem sikerül, akkor érdemes lehet beiktatni étrendünkben valamilyen magnézium kiegészítőt. Te rendszeresen fogyasztol magnéziumban gazdag ételeket vagy táplálékkiegészítőket? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett a videónk, akkor oszd meg ismerőseid között, és iratkozz fel csatornánkra is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan ismét találkozunk.